Köszönöm szépen, elnök úr! Az aggódás és a baj megoszlik, viszont az öröm megsokszorozódik a népes család tagjai között, írta Márton Áron. Tisztelt képviselőtársaim! A 2010-ben megkezdett családbarát fordulat erős és kiterjedt alapot teremtett ahhoz, hogy 2019-ben és 20-ban ráépítsük a családvédelmi akcióterv intézkedéseit. Akkor látjuk igazán a fordulat mértékét, ha 2002 és 2010 közötti balliberális kormányokkal hasonlítjuk össze. Sajnos a napirend előtti felszólalás kerete nem elég ahhoz, hogy a 2002 és 2010 közötti működésük családokat sújtó intézkedéseinek teljes körön bemutatjuk, így engedjék meg, hogy csak röviden pár elemet soroljak fel. 2006-ban megszüntették a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, valamint az egy és két gyermeket nevelő szülők családi adókedvezményét. Aztán a szociálliberális kormányok csökkentették a családi adókedvezményt a három és több gyermekesek esetében, a gyermekekkénti havi 10.000 forintról 4.000 forintra. Csökkentették a gyes idejét egy évvel. Csökkentették a családi pótlék felső életkori határát 23 évről 20 évre. Szétverték az otthonteremtési programot. Ezzel tudjuk szembeállítani, hogy a nemzeti kormányzás eddig miben tudta támogatni a családokat. 2010-ben visszaállítottuk a gyes időtartamát 3 évre. 2011-től az egy és két gyermeket nevelőkre is kiterjedő, megnövelt értékű családi kedvezményt vezettünk be. 2013-tól elindult a munkahelyvédelmi akció. 14. január 1-től bevezettük a GyedExtrát, aminek köszönhetően 16. január 1-től már a gyermek fél éves korától lehet korlátlanul munkát vállalni. 2014-től létezik a hallgatói, vagy más néven diplomás GyED lehetősége is. 15-től vehető igénybe az első házasok kedvezménye. 16-tól 19-ig a két gyermekesek részére 4 lépésben megduplázódott a családi kedvezmény összege. Havi 40.000 forintról 20.000 forintra nőtt. 2017-ben átalakult a bölcsődei rendszer annak érdekében, hogy minél több településen váljon elérhetővé az ellátás a kisgyermekes családok számára. 2018-ban a családok éve jegyében született intézkedéseik a következőek. Csökkentettük a családok jelzálog hitel tartozását harmadik vagy további gyermek vállalása esetén gyermekenként 1-1 millió forinttal. Lehetővé tettük az édesanyák diákhitel törlesztésének felfüggesztése mellett a tartozás felezését a második gyermek megszületése, illetve elengedését a harmadik gyermek megszületése esetén. Bevezettük a köldökzsinór programot, mert számunkra minden magyar gyermek ajándék, szülessen bárhol a világon, ahogy államtitkár asszony szokta mondani. 2018. január 1-től a diplomás gyermek folyósításának időtartama egy évvel meghosszabbodott, így már a gyermek 2 éves koráig jár. Külön kiemelném a csokkot, mint a kormány otthonteremtési programjának legfontosabb elemét. 2019. szeptember végéig a kérelmet benyújtó családok száma meghaladta a 117.000-et, a kérelmekhez kapcsolódóan igényelt, együttesen számított állami támogatások értéke pedig 353 milliárd forint volt. A csok így közel 500 000 ember otthonteremtését segítette, az igénylők pedig 55.000 gyermeket vállaltak. Kormányzati politikában 2010 óta megvalósult családbarát fordulatnak köszönhető, hogy a demográfiai mutatók tekintetében is pozitív eredményeket sikerült elérnünk. Tisztelt ház, itt nem állunk meg. Zajlanak a bölcsődei fejlesztések, januártól indul a 4 gyermekes anyák SZIA mentessége, valamint a diabeteses gyerekek és családok támogatási rendszerének kibővítése. A napokban volt egy cukorbetegséggel élők világnapja is. Emellett a tisztelt ház előtt fekszenek olyan törvényjavaslatok, amelyek megteremtik a családvédelmi akcióterv újabb intézkedéseinek, a nagyszülői gyednek és a hallgatói gyed kiterjesztésének az alapját, és bízunk abban, hogy a záró szavazáson is mindenki támogatni fogja ezt a javaslatot. Ezek fényében fordulok a kormány képviselőihez, államtitkár asszonyhoz, hogy hogyan értékelik a családvédelmi akciótervet eddig, és hogyan segítenek az egyes típusú diabétesszel élő
élő gyerekeket és családjukat. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő asszony! Tisztelt Országgyűlés, képviselő asszony imént elhangzott napi rendelőti felszólalására.